Az elmúlt hétvégén meggyújtottuk az adventi koszorú első gyertyáját, és kezdetét vette az ünnepekre való készülődés. Városunkban is számos program vár majd a családokra ebben az időszakban. Ilyenkor egy gyönyörű szép fenyő is kihelyezésre kerül minden évben a Városháza előtti téren, és bekapcsolják a díszkivilágítást is. Idén egy szép magas és terebélyes, közel 15 méter magas Nordmann fenyő került felállításra, melyet egy hideg utcában élő karcagi család ajánlott fel az önkormányzatnak. A férjem ajánlotta fel, ő ment be a polgármesterhez, mert kötöttük befele a 380-at, és akkor mondta a villanyszerelő, hogy nehogy ráboruljon a házra, úgyhogy ajánljuk fel a városnak, ha gondoljuk. Tasiné Mándi Éva elmondta, szinte már családtagként tekintettek a fára, annyira hozzájuk nőtt. Nem tagadja, hogy könnyek is szöktek a szemükbe, amikor elszállították a fát az udvarukról. 2009 körül került hozzánk, kis fenyőfáként vettük. Az volt, hogy a karácsonyfánk lesz, de kicsinyeltük, és így kiültettük. És ez lett belőle. Olyan 15 éves volt a fa, hogy itt volt nálunk. Nagyon szerettük, meg hiányzik is, mert sokat védett a házon. Takaros volt kicsinek is, meg a sok esővizet kapta tőlünk, mert rá volt vezetve az esővíz. Azért nőtt meg szerintem ilyen szép nagyra. Nem csak a családnak, de az utcabelieknek is feltűnt, hogy most már nem díszíti a ház udvarát a hatalmas méretű fenyő. Sokan kérdezték is az itt élőket, hogy mi történt a fával, de mikor megtudták, hogy a főtéren lesz felállítva, mindenki azt mondta, hogy biztos nagyon szép lesz és a főtér éke lesz. Ugyan még csak pár napja lett a fa felállítva, de a karcagiak már is a csodájára járnak. Nagyon szép, szerintem sokkal szebb, mint a tavalyi fenyőfa. Várjuk, hogy fel legyen díszítve, várjuk, hogy kijöhessünk, jön majd a télapó, biztos, mint tavaly. A hölgy kisfia is nagyon szépnek találja a város karácsonyfáját. Hozzátette, hogy már alig várja a decemberi programokat. Szerintem mindenki várja nagyon a télapót, és mindenki akar ajándékot kapni. Ennek a hölgynek is nagyon tetszik a fa. Ez nagyon szép. Ez nagyon szép a fa lett. Ha feldíszítik, akkor meg csodálatos lesz biztos. A Városháza előtti főtéren gyönyörködhetnek városunk lakói a közel 15 méteres Nordmann fenyőben. Hasonlóan az elmúlt évekhez, ebben az évben is fölajánlás alapján lett kiválasztva a város fája, amely a Városháza előtti téren került fölállításra. Mögöttünk éppen ez a munkafolyamat látható, a Hideg utcáról ajánlotta fel az egyik karcagi lakos. Nagyon örülünk, mert nagyon szép fáról van szó, egyre nehezebb egyébként ilyen magas, ilyen szép fát, ilyen szép tűlevelekkel ellátott fát találni, de ebben az évben szerencsére sikerült. Azt lehet tudni még róla, hogy a Véres Attila egyéni vállalkozó segítségével került ez a fa kivételre. A szállításban a Városgondnokság vett részt, és a feldíszítésben is majd a várossal közösen fogják földíszíteni. Ahogy közeledünk a karácsonyhoz, várhatóan egyre több ünnepi dísz fog felkerülni a fára az adventi programok során.